Szevasz, üdvözlök mindenkit ezzel a szép napon. Itt vagyunk a csónakban Lukesszel. Szervusz. Ahogy látjátok, képzeld el, épp hogy csak kijöttünk. Mennyi ideje? Egy 10 perce körülbelül, ugye? Mutattam honnét. Onnét ad házakt, ugye kijöttünk, itt ez a sziget, ahol ki akartunk kötni a Lukesszel, és gondoltuk, hogy itt megállunk, kikötünk. Szóval úgy döntöttünk, hogy egy kicsit arrébb megyünk oda a túlfelére, és képzeld el, mi történt, nem akar beindulni a motor. Húzogatom, mindent csinálok, de semmit nem akar csinálni. Lukesz, mit csinálunk? Húszunk haza? Várjál, ez a második alkalom, hogy itt vagyunk a csónakkal és teszteljük a motort. Az első alkalommal simán működött minden. Várjál, megyünk kifele. Kidobjuk a vasmacskát, vagy mi az ötleted? Ki visz minket a víz? Nehogy beleugorjál, itt azért még mélyám. Várjál, mindjárt kivisz minket a víz. Mit? Úgy. Hogy mi lehet vele? Nem tudom. Én tudom. Húzogatom. Mi? Az az elvező, de én húzogatom, mindent csinálok, de nem akar beindulni, úgyhogy most várjál, kihozott minket ide a víz. Ups, oda, lépjél ki te addig. De. De, lépjél oda. És megnézzük, hogy mi a baja. Úgy van, gyorsan végeztem a munkával, azért jöttünk ki egyet a Lukesszel, gondoltuk, hogy kivisztük a csónakot, még mielőtt kihozom a Davist vele, opá, még mielőtt kihozom a Davist vele, addig akartam ugye még egyet próbálni, meg szerencsé, hogy próbáltuk. Na várjál. Hazaevezni nem hiszem, hogy tudunk, max nem tudunk evezni oda a túloldalra, oda a partra. Azért van benne ugye evező, de rettentő sokáig fog tartani, az biztos. Már megnézem ezt a motort. Ez rendesen be van rakva. Próbálgattam, hogy ugye ráhúzom negyedéig vagy feléig, és meghúzom, ráhúztam a szivatót is. Húzogattam. Úgyhogy addig lerakom a kamerát, és megnézzük, hogy mi a baj. Kihúztam a motort, már kiemeltem a vízből. Azt hiszem, hogy tudom, hogy mi a baj, ugyanis beindult. Egyszer be akart indulni, egyszer nem. Megállt, nem mert, és nem akar semmit csinálni. Körülbelül majdnem egy 10 percet itt elhúzogatom, lehet, hogy csak 8 volt, de nekem már fél órának tűnt. Mutatom, mi a baj, azt hiszem. Látod? Én azt hiszem, hogy ereszt a benzin, el van törve a cső, itt le kell vele vágni egy darabot. Ugyanis hiába elkezdtem ugye pumpálni, hol a pumpa? Itt a pumpa, elkezdtem pumpálni, és hallottam, hogy valami, mintha eresztene. Mert nem akartam magát ugye keményre pumpálni ez a pumpa, és azért gondoltam, hogy valami gond lehet a benzinnel. Úgyhogy ez el van vágva, most beindul. Úgyhogy valószínűleg haza fogunk tudni vele menni. Kötök rá addig egy valami, egy zacskót vagy valamit. Nem tudom levágni, mert nem hoztam magammal kést. És megyünk tovább. De hogyha itt vagyunk, valószínűleg egy körbe fogunk egyet nézni itt a szigeten. Mégis azért jöttünk. Most beindul, úgyhogy nem kell haza elveznem szerencsére. Te! Kiketettem oda a vasmacskát. Te vesztél volna haza. Mi van? Belement a vízbe. Nem baj. Nem baj. Te, gyere, körbe nézünk. Persze, hogy tudod, nincs ennek is semmi baja, le van kupakolva. Amúgy a múltkor valaki mondta, ketten is mondták, hogy mostanában mindig csak ilyen csónakos vagy jetskis videó van, ugye. Mondtam, hogy mostanában valószínűleg ilyen videók lesznek, ugyanis itt van a nyár, legalábbis a tavasz. És ilyenkor ugye sokszor ki fogunk jönni ide a vízre. Azért valószínű, hogy sokszor lesz ugye ilyen jetskis vagy hajós videó. Ugye a múltkor, amikor csak a bankba mentünk meg a boltba, akkor az volt unalmas. Most, hogy mindig kijövünk ide a vízre, most ez az unalmas. Tehát akinek ugye nem tetszenek ezek a jetskis vagy vizes videók, ugye nem kell nézni, mert ahogy mondtam, egyelőre valószínű, hogy ilyenek lesznek egy jó pár. Szerintem érdekes, mert mindig valamit tudunk mutatni, valami érdekes helyre menni, én szerintem. Ja, meg mindig találunk valamit. De ha gondoljátok, írjátok meg ide a videó alá, hogy mit gondoltok, hogy mit gondoltok róla. Amúgy lesz majd másfajta is, tehát megyünk majd másfelé, és ugyanúgy, mint ugye eddig. Elmegyünk a boltba is. Mi, fázol? Hogyan fázol? De többször lesznek ilyen jetskis meg hajós videók. Na gyerek, kimegyünk ide akkor nem az árnyékra. Ide hova? A napra? Gyerek, illünk ide a napra. Itt sok szép csónak van. Gyere, ide leülünk. Te! Majdnem hazaúsztunk. Te vesztél volna amúgy hazáig. Legalábbis a másik partig. A papa meg felvett volna minket. Mit csináltál? Na mit találtál? Valaki rajzolt egy virágot ide omaga. És egy fát! Egy fát, egy szívecskét. Ja, meg egy csillagot. Meg még mi más? Még egy csillagot. Ja, mindenféle hülyeséget. Na gyere, menjünk.
Nem tudom, mit mond. Lehet, hogy nem is angolul van. Gyere, menjünk. Átmenjünk oda. Oda a túloldalra. Benézzünk. Valaki néz, ott sátorozik, én azt hiszem. Angolul, valaki neve. Valakinek a neve? Van. Mire várunk? Ja, te is írjál valamit. Mit írsz oda? Odaírod a nevedet. Lucas. De amúgy a szünetnek végül is ez az első napja, nem? Vagy a második? Vagy hogy mérjük a szünetet? Igaziból nem tudod. A tavaszi szünetnek a második napja. Vagy az első. Kidobjuk a szemetet, aztán megyünk visszafelé. Merre akarsz most menni? Mondom, merre akarsz menni? Nem tudod. Rendben, akkor megyünk valamerre. Reméljük, hogy az volt a baja, és menni fog rendesen a motor. Hozzuk a macskát. Betesszük a kis macskát. A macska? Vasmacska. Nem úgy hívják, hogy vasmacska? Én nem tudom. Nem rángatom a kamerát, képzelem. Nem rángatom a kamerát, én meg rángatom a csónakba, reméljük, hogy azt mondtam. Én mondom, hogy nem rángatom a kamerát. Ja, De ha fogom a left kezemben, rángatom. Megyünk, Gyors! Merre akarsz menni? Én nem tudom, valahová kell. Elmegyünk, nézzünk arra. Ja, de gyors! 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 Én nem hülye vagyok, azt tudom. Megyünk! Mi a helyzet? Eljöttünk egyet erre felé, és nem akartam csak mutatni a motornak a hangját, ugyanis többen kérték, hogy mutassam meg, hogy milyen a hangja a motornak. Várjál, jönnek egy kisebb hullámok. Ugye ezzel mindjárt átvegyünk. Mire idén, addig nem is lesz már ereje. Látod? Hullámozunk. Na, mutatom a hangját a motornak. Menjünk egy kicsit gyorsabban, remélem, hogy lehet majd hallani. Aztán megállunk itt. Mit szólsz, Lucas? Erre a szigetre kössünk ki, vagy pedig erre a baloldalira. Azt mondom, erre a baloldalira kéne. Ott egy hajó, vagy egy csónak. Megnézzük? Menjünk, nézzük meg te. Addig fogd a kamerát. Ez nem egy Lukasznak, várj, ezt be kellene dobnunk. Azt mondja, hogy nagyon messze vagyunk. Na, gyere te! Mit nem szeretsz? Milyen azt a sziszi hangot? Jó, de nem jó. Jó, na várj, kirakjuk a macskát. El kéne nevezni a macskánkat valaminek, nem? Hoppá! Ja, fogok. Na gyere meg! Ja, én fogok! Megnézzük ezt a csónakot ott szembe. Oda néz, kirakta a víz. Futunk, menjél, futunk. Megjöttünk. Gondolj, csak eldobd,
Ja, eldobta itt, itt hagyta. Honnan nézni egy csónak? Nagyon piszkos. Az biztos, hogy piszkos. Tudod, hogy hogy néz ki? Te, még van benne kormány is. Egy zoknis. Ez valamikor nagyon jó csónak volt amúgy. Most olyan rossz, ezt fel, meg lehetne csinálni. Le kéne kicsit festeni. Mi van más benne? Egy bugyi is van benne. Köszönöm, hogy azt visszahoz, nem jó. Nem jó, te? Látod? Szép, nagy. Van rajta ilyen húzogató. Hát, valaki csak elhagyta. Ja, valaki itt hagyta. És hova tűnt az ember? Itt hagyta a csónakját, és az ember meg elúszott. Persze. Te. Nézd, ott is van valami. Az micsoda? Megnézzük, az micsoda? Az nem hajó. Ez a csónak ezt szépen néz. Jaj, van bugyiben! Ja, van benne bugyi, kiveszünk bele a bugyit, aztán jó van. Na gyere, nézzük meg! Jó, ja, vigyázzál, mert tele van lukakkal, meg mindennel. Ez víz alatt van általában, kivéve amikor lemegy a víz, és mivel most lemon a víz, ezért tudunk most itt gyalogolni. Amúgy hiszed vagy nem? Emlékeztem, amikor jöttünk a Davis-szel ide ki, meg a feleségemmel. Itt hajóztunk, csónakoztunk, úgyis ott van szembe, azon a túloldalt, az a szófa, az az ülőke. Tehát ez semmi, ez egy fadarab. Egy mérges fa! Miért mérges nem, a fa? Egy mérges lak, de ez a feje! Minek a feje? Olyan, mint az a szem és ez a szája. Ja, olyan, mint a szem, a szája. És az is! Egy másik fáj! Tudod, miért kell ezzel vigyázni? Mert jössz a csónakkal, ugye a jetskivel, és víz alatt van mondjuk eddig. Aztán vups, átmész alatta, aztán veszakítja a jetskinek az alját. Nehogy megemelte, nem tudsz megemelni. Ne átudom a kezem. Na, menjünk visszafelé, vagy mit csináljunk? Mi mást? Na, úgyhogy azt hiszem, hogy befejeztük itt a nézegetést. Visszanyik a csónakhoz. Micsoda? Az az ülőke, amit találtunk a Davis-szel a mamival egy hete vagy kettő. Visz... Milyen más? Az egy nagy hajó az a piros. Az benne áll a vizen. Hol? Az fadarab megint vagy kavics. Na gyorsan mennyi. Nem tudom, hogy mutattam-e vagy nem, mikor kikötöttünk, de ez nem volt víz alatt. Én azt mondom, hogy nem volt víz alatt. Nézd, látod volna a macska? Azóta nem volt több, mint egy 10 perc, vagy annyi se, és mennyire feljött a víz. Látod, mindjárt ez a sziget nem sziget lesz, hanem víz alatt lesz. Na, vegyük ki a macskát. Aztán rakjuk vissza a csónakba. Hazajöttünk, megzuhanyoztam, megbrofátoztam, megmostam a csónakot, megmostam a motort, ott van kint, ahogy látjátok. A Lucas volt bemo hátul, ugye megnézzük, mit csinál a Davis-szel. Aztán a motort ide tettem. Kimegyek, és most megcsinálom ezt a benzines kannát, levágom a csövet valószínűleg, aztán megcsinálom ugye, hogy ne folyjon. Meg a végére ennek a fogására csinálok valami hosszú fogantyút. Ugyanis jobb, hogyha középen ülök, ugye ha egyedül megyek a csónakon, hogyha hátul ülök a motorral, akkor az elej kicsit felemelkedik, amíg rá nem ül a vízre, de a folyón gyorsan nem tudok menni, ezért mindig így megyek egyedül vele. Gondoltam, hogy belülök középre, de kell egy ilyen hosszabbító. Tudjátok, mit mondok? Mindegy, ma megmutatom. Hogy tudjam hosszabbítani a nyúlni középen és tudjam irányítani a motort. Na mi a helyzet? Mit csinálunk? Daddy. Szervusz! Mit mondasz? Mit csinálsz? Mit csinálsz az iPad-en? Ja, Lucas játszik ottan. Mivel játszol, Lucas? Robloxa. Mit mondasz? Hm? Hello. Mi a helyzet? Mi? Mit játszol az iPad-en? Mit? Really? Na, úgyhogy ameddig ők játszanak, én addig elmegyek ki. Mit? Mit mondasz? Game. Játék. Jó, játsszál. Addig én elmegyek ki, és megcsinálom ezt a benzines tankot, aztán jönnek a bicikliért felvenni, vagy ma, vagy holnap, azt mondták, ez a cég, aki ugye eljön érte, becsomagolja és el is viszi Sydneybe. Azt mondták, hogy még vissza fognak ma hívni. Na, mi kell? Kulcs, meg a cipőm kell. Oda leraktam át a tankot, aztán hoztam magammal egy ilyen csövet, hogy ezt felrakom majd a végére, és én belülök középre, akkor majd tudom húzogatni, azt hiszem. Úgy lehet ilyet vásárolni, én úgy tudom. Azt mondja, 30 vagy 50 dollár egy ilyen rud. De hogyha meg tudom csinálni, akkor nem akarok érte 30 vagy 50 dollárt adni. De aztán lehet, hogy nem lesz jó. Mert ezt megpróbálom, kiviszem, majd kipróbálom. Hogyha nem jó, akkor rossz, hogy kell majd egyet vennem. Végülis nem olyan vészes, mert itt bent a vízen vagy a folyón ugye nem lehet olyan gyors menni, úgyse
kicsit fáj az eleje, amint meg kimegyek a nyitott vízre, mikor gyorsabban megyek, úgyis felül, de gondoltam jobb, hogyha középen ülök, és nem a végébe, ugye a motorra. Mit akartam? Egy ollót, vagy valamit, hogy le tudjam vágni. De várjál. Úgy hazafelé meg kellett állniám még egyszer, képzeld el, hogy hoztam egy ilyen ollót. Ugyanis nézd meg, látod? Rá kellett rá kötnöm egy ilyen másik, ugyanis annyira elszakadt már a végére, mire jöttünk haza, gondolom a rázkodástól, hogy már mindenhol folyt belőle a benzin, és megállt megint a motor. Na, oda nézzél. Látod, mennyire elszakadt? Nem tudom, hogy hogyan tudott ennyire elszakadni, de mindenhol jött már belőle a benzin. Én ezt itt most fogom, letépem. Ezt pedig én folyt le kell szednem, volt ki kell kapcsolni, pedig megálltam a kamerát. Levágtam, látod? Nem volt több, mint egy másodperc. Nyisz! Ezt innét lehúztam, visszaraktam rá ezt a fogót, úgyhogy most rányomom, és már készen is van. Na mi a helyzet? Ugrálunk. Nézd, hogy nézzük ki megint az ágy. Össze van megint ugrálva. A Lucas-szel mindig összeugrálja a Davis. Mi van? Fogjam a kezedet? High five. Az a jó, hogy ilyen nagy ágyunk van, látod? Most egy kicsit ugye rendetlen, de én ott alszok, a feleségem itt alszik, a Davis meg reggelente átlába olyan 5 óra körül ágy van, és ott alszik. De már volt olyan is, hogy a Lucas is ott aludt velünk. Mi a helyzet? És négyen aludtunk itt az ágyba, ugye? Jó, na gyere ide te. Jump. Vigyázzál magadra. Jump. Yeah, jump. Hand. Kezemet fogod, és ugrálunk. Oh. Te, nem tudok filmezni meg, hogy téged fogni. Már lerakjuk a kamerát. Szerbusz, hova mész? Daddy, hide. Azt mondja, hogy bujunk. Hova bujunk? Takaró. A daddy, elbújik a daddy a takaró alá? Na, elbújok akkor a takaró alá. Te keresd meg! Hello! Ó, oh, szervusz! Bújunk. Jó, megint elbújunk akkor. Nagy rám ugorjál! Nyuszi, mit csinálsz? Jump! Nagy rám ugorjál, te! Te, az nem lesz vicces! A gyere! Aha! Na, 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 kúj! Te! Yeah, funny! Azt mondja, hogy vicces! Ez vicces, hogyha nem rám ugrasz. Aha. Nem bújok meg innen, mert rám fogsz ugrani. Jó, de nem ugrunk rám, odaugrunk arra a felére, jó? Én most nem más fogok tanulni, csinálni, mint tanulni. Ezt a könyvet fogom tanulni. Megírni majd a tesztet. Most nem máshol képzeld el tanulni, mint hogyan kell felszerelni a megfigyelő autódat. A kamerát hova kell rakni, hogy nézzen ki az autód. Le kell sötétíteni, ilyen hasonlókat, az van abban a könyvben. Én azt kell most majd megtanulnom. Ezt a mai videót én itt most befejezem, ugyanis sok érdekes dolgot most már nem fogunk csinálni. Davis most elment hátra Lucas-szel játszani. Én tanulok egy kicsit. A feleségem most ott tévét néz. Úgyhogy mára ennyit. Mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, vagy szoktam mondani. Sziasztok!